Sziasztok, Eszler Zsolti vagyok. Kicsiként úgy éltem, hogy lehet leves nélkül élni, aztán ahogy telt múlt az idő, rájöttem, hogy lehet, de nem érdemes, úgyhogy én ma egy karfiol krémlevest fogok elkészíteni körrivel és kókusztejjel. Mutatom is, hogy hogy. Első lépésben a karfiolt rózsáira szedem, és akkor ezeket be fogom tenni a sütőbe 200 fokra, és picit megégetem. Ez lesz az egyik leves betét. Tehát égetett karfiolt fogok készíteni. Mivel láthatjátok, elég nagyfejű, nem annyira, mint az enyém, nagyfejű karfiolokat sikerült vágni, ezért én még ezeket egy picit elvagdosom, és teszem is egyből rá a tepsire őket. Égni nem a legkellemesebb dolog, kivéve, hogyha karfiolok vagytok, úgyhogy a karfiolok egy kis sózás és borsozás... Mit kell mondanom, Oli? Sózás és borsozás után a karfiolok mennek be a sütőbe égni. Következő lépésben szeletekre vágom a hagymát. Nem szükséges apró kockára vágni, hiszen ugye krémlevest készítünk, amit le fogunk turmixolni, úgyhogy elég, hogyha csak szeletelitek. Következő lépésben egy kis margarinon megfonnyasztjuk a hagymát. A hagymák már szépen úszkálnak a margarinfürdőben. Most még dobok mellé egy két gerezd roppantott fokhagymát is. Amíg dinsztelődik a hagyma, addig a másik karfiolt is rózsáira szedem, és akkor ezeket is kisebb darabokra vágom. Ezeknek nem kell olyan szépnek lenni. 3-4 perc pirítás után már kellően összeesett a hagyma, most hozzáadjuk a karfiolt. Karfiolt is picit átforgatjuk ebben a hagymás margarinos alapban. Most pedig ugye levest készítünk, úgyhogy fel kell önteni jó sok folyadékkal. Kerül is bele egy kis alaplé. Amíg fül a leves és sül a karfiol, addig se tétlenkedünk, lepirítjuk a mandulát, ugyanis a levest meg fogjuk szórni még mandulával is. 4-5 perc pirítás elég is volt a manduláknak, hogy ilyen szép barna színük legyen, és szerintem időközben a karfiol is elkészült, úgyhogy arra is vetek egy pillantást. Még egy kis margarinon át fogom futtatni őket. Ennyi plusz pirítás elég is volt a karfioloknak, most mehetnek félre. Már nincs más dolgunk, mint beízesíteni a levest, összeturmixolni, felönteni a kókusztejjel, aztán tálalni és kóstolni. Ugye mivel kókusztejes körris levest csinálunk, ezért kerül bele egy kis körri, szerecsendió, egy kicsi bors, és a sóval még várok, mert az alapja az alapból egy picit sós volt, úgyhogy kóstolok előtte. Nem sótlan, de azért szerintem még egy pici sót elbír a leves. Nincs krémleves turmixolás nélkül, úgyhogy most ezt a levest is szépen összeturmixoljuk. Most pedig hozzáadjuk a kókuszkrémet is. Na nézzük meg, hogy milyen lett a végeredmény. Néha ilyen is van. Nagyon jól passzolnak együtt az ízek, a curry nagyon jól megy a kókusztejhez, a kókusztej nagyon passzol a karfiolhoz, úgyhogy szerintem feltétlenül készítsétek el ezt a levest, iratkozzatok fel a csatornáinkra, kövessetek minket Facebookon, Instagramon, találkozunk legközelebb is, sziasztok! A növényi recepteket inspirálta az Upfield, a Ráma és a Flóra forgalmazója.